Hello, én Cere vagyok, ez pedig itt egy összefoglaló videó, amiben láthatod, hogy hogyan jutottam el az Zalaegerszeggel eddig, vagyis a Bajnokok Ligája döntőig. Jó szórakozást! A Bajnokok Ligája csoportkörében a Chelsea-t, a Celtic-et és a Valenciát kaptam. Tekintsünk bele a Chelsea elleni mérkőzésbe, amely eldöntötte, hogy az Zalaegerszeg eljut-e a kieséses szakaszba, vagy sem. Nem, Rémit egyből lesrájtom, jó? Hazard! Kiszorítottuk őket? No! Dragoszki! Rúgd el! Jól van ez az! 0-0. Hát azért volt itt még momentum a végén, majdnem egy 11-es, illetve hát egy óriási nagy Chelsea lehetőség, de a 0-0 lett a végeredmény. Hát és ezzel pedig egyértelműen eldőlt, hogy vagy lehet, hogy még a Valenciának is 4 pontja volt, és még akár ők is. Ja nem, mert már persze, nekem meg már 11. Tehát akkor innentől elsőként jutottam tovább a Bajnokok Ligája csoportköréből, ami azért óriási nagy eredmény ezzel a csapattal. És hát azért nagyon nagy küzdések voltak itt, mind a három csapat ellen, ugye a Valencia, a Celtic, illetve a Chelsea ellen is hatalmasat küzdöttem, de hát tűnik, hogy ez összejött. Na, és akkor itt van a Bajnokok Ligája főtáblája, húha, Bayern München, Sevilla, Juventus, PSG, Barca, Benfica, Porto, Real, Zete, Marseille, Inter, PSV, Eindhoven, Arsenal, Valencia és City, Lyon. Húha, érdekesnek tűnik, de hát szerintem az egyik legjobb ellenfelet kaptam, most nem azért, de a Marseille, szerintem a Marseille innen a leggyengébb csapat. Szóval ez az. Még akár továbbítás is lehet ebből. Majd a Marseille Bajnokok Ligája mérkőzés, és ne felejtsük el, hogy van egy új igazolása az a Zalaegerszegnek, ő pedig az előző részben már bemutatott, Sergi Roberto, és csapjunk bele a lecsóba. Egyébként, hogy jó lenne így idegenben egy gól, mert még hogyha nem is tudom megverni a Marseille-t, két döntetlennel is tovább tudnék jutni, de ez megint egy másik meccs lesz, mint a Ferencvárosi elleni. Tehát nincs két ugyanolyan meccs, és most nem azt fogjátok látni, amit Fradi csinált a gólja után, hogy védekeznek. A Marseille, láthatjátok, már is támad, és már is próbálkozik. Ilyen az, amikor egy... Jézuska! A Jézuska még odébb van. De ilyen az, amikor két erős csapat feszül egymásnak. Hú-hú! Oké. Pontosabban egy erős csapat és az Ete. Nem ilyesz játékosok állni. No goal! Itt van az előző szituáció. És hát ez nagyon ritkán ez a kamera, ami mutatja is, hogy ugye nincsen gól. Ennyi múlt a Marseille előny. Azt mondják, hogy egy szöglet már fél gól, hát már eléggé sokkal vezetne a Marseille. Mikó! Fussal barátom! Tart még a szerződésed, egerszegi vagy! Megcsinálja Nikolic! 0-1! Hú! Ne fáradjon el! Júj, Brent a szélen! Gyerünk gyorsabban! Gyorsítsd fel! Lefutják a franciák! Ki gondolta volna? Dámi lesz megint a labdával! Sergio Roberto! Nico! Embolónak hatalmas nagy labda! Embolo gól! Gólt lő Embolo! Elnézést, aki fülessel rendelkezik, de 0-2 a meccs! Idegenben! 0-2. Hát nem tudom, ki mondta volna ezt ilyen mérkőzések után, de előny, előnyből, nem is kis előnyből várhatom majd a folytatást, a visszavágót. Az ET Arena, és itt van az a, hát nem tudom, kb. Egy ilyen 20 000 magyar szimpatizáns, az a legerszegi szimpatizánsok, akik most is szorítanak, majd értünk. Láthatjátok itt a koreográfiát is, végre egy normális koreográfiával készültek a srácok. És akkor itt van a, igazából a sorsolás is. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha tovább jutok, már pedig szerintem egy 2-0 után már illene. Akkor vajon kit kapok? Tehát ki fog kijutni a BL-ből, mert ugye az Európa Ligából az előző szezonban
elég jól elvéreztem. A BL-ben most szerintem a legkönnyebb ellenfelet kaptam, ugye a Marseille szemében a 16 között. Ugye kaphatom volna egy Real Madridot vagy egy Barcelonát is, mint láthatjátok az ászlót mögöttem. Hát látjuk, én a Barcával nagyon szívesen meccselnék, de inkább a döntőben, hogyha mondjuk. Mire látni ezen a meccsen, mint ahogyan az odavágón is ez volt a jellemző, hogy a Marseille támad, Zete védekezik és Zete kontrázt talán. Hát ez egy kisebb les volt. Ez egy kisebb les volt, de hát eddig ez a 7 perc eddig úgy telt, ahogyan akartam. Gól nélkül. Nagy Ádi, Sergi Roberto, nagy igazolás volt a srác. Párra mondtátok, hogy picit sokat fizettem érte, de hát basszus, azért jóformán, amit az Európa Ligán összegyűjtöttem. Hoppák a barátom, azért az lap. Az eléggé csúfos sárgának tűnik. Jót kell volna még tovább itt gyorsan. Jó is, jó is! Brent! Az a cseh! 11-es, barátom, 11-es! Ez az! Hú, de jó ez a bíró, hát spanolok vele. Így kell, így kell. És hogyha ez gól, az azt jelenti, hogy hármat kell rúgni a Marseille-nek. Ugye amúgy is kellett volna nekik a három gól, hogy hosszabbítás nélkül tovább jussanak. Jó, de közre fogták ott a srácot. De hogyha ez gól, akkor hiába lőnek kettőt. Egerszegi továbbításról beszéltünk. Nikó, ez Nikolicsnak ez nagyon easy-nek kell, hogy legyen, Nikó. És ott van! És ott van Nikó gólja! Köszönjük szépen! 13. perc! Erről van szó! Támadjon csak a Marseille az etelő gólt! 3-0 összesítettben! Én ezt beadom, lesz ami lesz! Miről beszélünk?! Hát... Azt a... 4-et kell rúgni a Marseille-nek! Mi van? Mi van itt Egerszegen? Videkező zetével pattintok kettőt a Marseille-nek. Gondolta beadom lesz, ami lesz. Ott van Nico és elfejelte. Gól. Szevasz Marcettével. Hát ezt mondtam, nem feltétlenül kell mindig beállni, védekezni egy erősebb csapat ellen. Ha egyszer sikerült őket megvenni, miért ne sikerül még egyszer? Most én voltam szabálytalan, Spori. Basszus, én csak labdára mentem. Persze, adjál egy lapot Nikónak, ne, ezt már nem szabadna. Ezt már nem szabadna, hiszen ha összegyűlnek a lapjai, akkor nem játszhat a következő fordulóban, ami végzetes is lehet. De most miért? Barátom most, de oda, Nikót bedarálták itt konkrétan, a kapus sípcsonta rúgta, a védő meg még átúszott rajta, és ezért kaptam sárgát. Na most mi legyen? Nyugodjunk meg erősen, rohadtul nem oda szántam ezt a labdát már. Mondom, nyugodjunk meg erősen is eladom, hát ez tök jó, nem így képzeltem. És Sergiót még meg is előzik. Na jól van, hát nem sikerült gól nélkül kibírnom. Ugyanaz várható is volt, azért a Marseille-ről beszélünk, mégiscsak egy elég erős csapat, de hát ezzel 2-1 a meccs. Még jól lőttem kettőt, basszus, mert ez így most már eléggé veszélyes szitu lenne. Nem tudom, Nagy Ádám feküdt ott talán el. Minden esetre, bocs, Sanyi! Tudom, hogy nem így kell mondani a nevét, de legyen ő csak Sanyi. Az első 4 órában mutatott jóformán tökéletes játék rohadtul eltűnt. Most már azért nem nézném meg szívesen, hogy a passzolási rátám hány százalékos. Jaj, de jó, az szép voltam. És oda, jó, Brent Lündel! Dur! Ott a 3-1, köszönjük! Egy kipattanó, egy milyen jó kipattanó Emboló gólyával, 3-1-re vezet az Ete. Hát, hogy eddig nem dőlt el a meccs, akkor most már egészen biztosan. Brent lövését még hárítja a kapus, aztán Emboló kegyetlenül bevarja. Hát onnan szerintem hát nem tudom, lehet, hogy ki lehet hagyni, de nem illik. Legyen vége a meccsnek, én ezt megküldöm, bum, Nikó, és szöglet, jó. Teljesen jó. Hát franciák, ez egy 5-1. 6-1, barátom! Hoppá, mi van? Hát ez kegyetlen durva. Márkvárt, aki most állt be. Hát nem csodálom, hogy örjöngenek a hazai fanatikusok. Még egyet oda vágtunk a Marseille-nek. Hiába jöttek el ilyen sokan a franciák. Hát... Ez egy kemény 6-1. Mi a szar? Nem azért veszem most le a zsebkendőt, srácok, hogy a könnyeimet törölgessem, bár azt is megtehetném, hogyha ez igaz lenne.
A Marseille legyőzése után a PSG-t kaptam a negyeddöntőben. Nagyon fontos, hogy idegenbe tudja a gólt szerezni, ez nagyon fontos. De hogyha egy döntetlenne sikerülne hazamenni, már az a Kána ellen, de nem akarok kiesni, tehát nem akarok kiesni már itt a BL-be. Eddig eljutottam, most már legalább a döntőig szeretnék eljutni. Legalább egy meccset a Barszával hadd játszak. Meglátjuk, lesz abból valami. Ugye sikerült legyőznöm itt a Bajnokok Ligájában már a Chelsea-t is, a Valenciát is, a Marseille-t is, illetve a Celtic-et is. Szóval azért vannak eredmények, de eddig a PSG a legerősebb csapat, amelyikkel játszok. Szóval ilyen még nem volt. Ilyen még nem volt, és ugye pont az előző részben x-eltem a Kisvárdával, illetve a Vasassal is, szóval ilyen mérkőzések után kell játszaniuk az egerszegieknek. De nem volt kapura lövésem sem konkrétan. PSG-nek volt 2, nekem 0. Mind a két csapat védekezik. Talán a PSG azért nem vezetett ennyi támadást eddig, mert nagyon nem kaptak labdát. Mert nézzétek meg, amikor labdához jutott a PSG, mindig jöttek. És ez most is így van, és az egy nagyon jó beadásnak tűnik, ott ülhet be. Hát ezt mondom. Pásztor ez az ember? Az volt, nem Pásztor-e. De egyszer eljutnak komolyabban a kapu, még és gól. És hogyha ez most... Jó, én azt mondom még, hogyha ez egy 1-0 marad, még akkor sem kell szégyenkeznem, és talán Egerszegen egy támadó futballal és Nikolicsal még akár gólt is tudnék rúgni. De Patrick megoldja most. Gól! Mi van? Embolo! Ki? Hát erről beszélek! Embolo, aki most fejhallgatóval nézi a streamet, attól elnézést, mert lehet, hogy egy picit hangos voltam. Mit csinált a Pali? Hát kijött a kapus, ugye Robi beadta. Kijött a kapus elütni, és jaj, megpattant. Még megpattant Gündogánon a labra, lehet, hogy el sem találta volna a kaput Embolo, de basszus, hát ez egy hatalmas nagy gól, srácok. Embolo Cicieről pattant be a kapura a végül. 1-1, és idegenbeli gól van Franciaországban. Wow! És vége! Jó! Jól van! Hát igen, Botikám, cserélni kellett volna, csak már rohadtul nem volt idő, és nem ment ki a labda. Hiába 6 perces egy fél idő. Annyira szúrította egymást a két csapat, hogy PSG is csak egyetlen egyet tudott cserélni. De még hogyha cseréltem is volna, nem tudom, hogy ki tudott volna ritmust váltani ebben a közegben. Olyan erőket vonultatnak fel az egerszegiek. Itt pacsizunk Szilvával, Trappal, így van. Nikolic újra a pályán végre. És itt van a PSG. És Diego Costa nem játszik. Úgy tűnik, hogy az előző mérkőzésen, amelyiken sárgát kapott, összegyűltek a lapjai. És ugye Franciaországban Nikolic nem játszott, most Zalaegerszegen Costa. Nem tudom, lehet, hogy ott volt egyébként a cserepadon, azt nem láttam. De remélem, hogy nem, mert én nem vettem észre. Többik esetben az Arzenát kapom, igen, csak én nem akarom már az Arzenát kapni, mert ellenük játszottam az Európa Ligában és kiestem az előző szezonban. Most, én nem tudom, változatosabb meccset akarok, egy Real Madridot, egy Barcelonát esetleg. És a közben támadásban az Ete, Ramirez, azt be lehetne adni, ott a beadás, érkezik Embolo! Érkezett Embolo! Megérkezett 1-0! Vezet az Ete! Mi van itt? Hát nem lesz 0-0! És azért nem lesz 0-0, mert vezet az Ete, Embolo! Hú, ez a Pali megoldja! Van sajnos. Megszerezte a PSG a labdát, és ebből jönnek. Ebből Lukács a szélen jól adja be, és Dragovski a hős. És ezt is adom. És el. És basszus, ezeket kéne olyan túlélni, mert PSG annyira kivár, és annyira megvárja, ameddig megszerzik a labdát, hogy az elképesztő. És amint megszerzik, utána meg jön ez, jön a támadás. Ijeszti, amikor nem nálam van a labda. Főleg, amikor Di Mariánál
Lukász adja be, az nagyon veszélyes! Okés, Kádár Tamás, jól van! A kapit... Most ugye ilyenkor, hogyha beadnám, lehet megszerzi a PSG, és akkor lehetne abból bonyodalom. Szóval én ezt inkább így. Ez a biztos. Gyere! És tovább jut az a legerszeg! Ez az! Hú! Ki gondolta volna? És nem egy szaros 0-0-ban, hanem győzelemmel. És megint Emboló, megint Emboló az, aki eldöntötte. Egy nagyon jó fejessel. Jó, ti gondoltátok volna köz, srácok. A második francia csapat kiejtése után az elődöntőben a Real Madrid érkezett. Ez a középpálya, ez megesz engem reggelire. Húha. Nagy Ádi pedig már nagyon úgy tűnik, hogy cserét kér lassan a srác, mert picit már azért fárad. Emboló bújj ki két reálos közül, és megcsinálja Emboló! Ki bújt? Lőd! Bepattan a labda! Ujjon! Hú, baszki, 0-1! Hogyan pattant ez be? És Nagy Ádám a gólszerző! Mi van? Mi történt? Emboló kiharcolja ezt valahogy, és megküldi, és konkrétan mellőbe lövi Nagy Ádámot, akiről bepattan a labda a kapuba. Modric nagyon játszik, nem szabadna így hagynom ezt. Jézus Mária! Cristiano Ronaldo egyszer villan a pali. De akkor is úgy, hogy közben kötényt ad Lannak. Bél beadja. Jaj, de jól érkezik ott! Jóisten, Legowski! 78. percben, mekkora mentés volt, barátom. Jól van! Süsd! Hova, baszki? Végre Cassia nem tudott megmozdulni erre a lövésre. Annyira jó ki volt játszva Nagy Ádámnak is fölé. Hát 0-1. 0-1 ez is, srácok. De a Tomi! Bentartja a mester, jó? Sergio Roberto! Nikó! Fuss, Nikó nincs! Légy szíves, Nikó! Lő! Nem igaz, meghalok. Kész, végem van. Hát ez már egy parádé, baszki. De miért volt ilyen gyors a csúszka? Nikol is megvan az első. Jó. Ronaldo, szörö hét. Dragoszki! Ott van a bal alsó maximum. Direkt oda betűttem. Jó, nyugodjunk meg erősen. Menj a francba, te! Koszos! Hát ezt nem hiszem el. És kihagyja Rodriguez! Hámész, hülye gyerek! Zivko, bazeg remegek, ezt nem hiszem el. Ott van, 2-0 eddig. Danilo fog elvégezni, ez most balra megy, és balra is ment. Dragovic. Ez hihetetlen. Kétszer ugyanoda rúgtam, és kétszer kivédte. Gareth Bale. Középen maradt, rohadj le! Lang Ádám. Jó, ez megvan, Ádám. Ha ez most kihagyja a Real, de nem merem folytatni. Iszkó a labda mögött. És ott van! Dragovski középen maradt, és döntős az a Legerszeg! Ez az! Jó! Ez az, Iszkó! Gondoltam, hogy közép nem egy barátom! Ennyi! Ennyileg egy Bambi! Hamarosan tehát jön a döntő,
Nem maradj le róla!